Ugrálóvár, mászókák, meg annyi szórakoztató és ügyességi feladat, kézműves foglalkozás, arcfestés. Igazi játékbirodalom fogadta a hétvégén a Ceglédi Bölcsöde családi napjára érkezőket. 2013 óta minden évben megszervezik a programot, mert nagyon népszerű. Az anyukák és apukák most is kapkodták a fejüket, hiszen a kicsik villámgyorsan váltogatták a játékokat, mindent kipróbáltak. Legelőször ott hátul kezdtük el ugrálóvállazót, meg végigmászott, hát igazi terepmunkát végzett a kislány, úgyhogy remélem, hogy a délutáni szundinál már nem lesz gond. Kárpáti Szabolcs kislánya 2 éves kora óta bölcsödés. Az apuka azt mondja, a kicsi nagyon jól érzi magát a gyerektársaságban. Azt látjuk, hogy azért, mert ő eljön, ott van a bölcsödében, hogy ez neki jó, örömet okoz. Jó, persze, nem mindig 10 pontos a történet, van, amikor ugye 6-os, 7-es, de akkor is nagyon szeret gyerekek között lenni és velük játszani. A bölcsödei családi napra a jelenlegi bölcsisek mellett azokat a szülőket is várták, akik az elkövetkező időszakban iratják majd be kisfiúkat vagy kislányukat az intézménybe. Cegléden 2 helyen, a Deák utcában és a Dózsa György utcában működik bölcsöde teljes kihasználtsággal. 156 férőhelyes a 2 tagbölcsödénk, és még pluszban olyan 10-12 fő időszakos gyermekfelügyeletet igénybe vevő családnak tudunk segíteni, úgyhogy 100-110%-on működünk. A játékos családi nap idén azért is volt különleges, mert a bölcsödei és védőnői szolgálat most 10 éves. A kerek évforduló pedig jó alkalom az összegzésre, az elmúlt évek sikereinek felelevenítésére is. Rengeteget újítottunk fel, nagyon sok új szolgáltatást, akár a védőnök, akár a bölcsöde részéről bevezettünk, úgyhogy ennek az iránynak a tovább folytatása és a rendezvényeknek az ismétlése és minél színesebbé tétele a célunk. A családi napon a szülőknek is kedveskedtek a szervezők. Az anyateljes világnap kapcsán az egészséges táplálkozásról kaphattak hasznos információkat.